Így van. Tehát itt hagytuk abba, és ezt a katakombát majd megcsináljuk máskor. Úgy döntöttem. Úgyhogy most inkább az kéne, hogy itt kéne egy kicsit körbenézni. Megpróbálni úgy végigmenni, hogy nem halunk meg. Bár ez itt azért nem olyan egyszerű. De a lényeg, hogy itt a bosszokat kellene egy kicsit úgy felderíteni. Van itt egy Earth-tree, meg hát pár egyéb dolog, amit tényleg meg kéne nézni. Föl kéne venni az itt lévő grészeket. Csak hogyha majd később vissza akarunk jönni. Ez egy medve szerintem, úgyhogy inkább haladjunk. Oké, na ez a hely már ismerős. Igen, itt van egy harangozóteri. És valahol kellene, hogy legyen egy grész. De lehet, hogy az egyel föntebb van. Oké. Csak azt kéne tudni, hogy hol van... Aha... Tehát hol van az Earth-tree? De lehet, hogy akkor arra kéne fölfele menni. Oké... Ah, ez az. Nagyon jó. Ennek nagyon örülök, hogy ezt megtaláltuk. Szerintem... De oda hogy jutok fel? Az, hogy fogalmam sincs, hogy hol vagyok, az nem kifejezés. Ezek úgy le fognak nyilazni, hogy csak na. Úgyhogy megpróbálunk így elszaladni. Ó, itt az Earth-tree, jó. Oké. Igen, ezeket ki akarnám először így tisztítani. Csak hogyha elkezdünk az Earth-tree-vel harcolni, akkor ne okozzanak gondot. Hűha. Okay.
Na. Hát én itt nem látok mást. Meghalt. Meghalt. Oké, meghalt. Ó, hála az égnek. Jó. És adott nekünk... Flaskba való... cuccot, amit majd meg is nézünk. Hú, oké. Na. Erre inni kell. Egészségetekre. Be is írom a listába, hogy ez megvan. Oké. Na, akkor még menni kéne fölfele éjszakra. Itt van egy ilyen romos épület. Azt kellene... Hát... Megpróbálunk innen valahonnan eljutni. Nehéz navigálni itt a... Ezen az északkeleti részen nagyon nehéz megtalálni az utat. Állj meg! Okay. Old Palace Ruins. Harangozó terít egyelőre nem bántjuk, amúgy se boss. És nem tudom, hogy akarunk-e majd Remembrance duplikálni. Jó, hát nem itt kell föl menni. És itt akkor Amarról kellene. Ja, valószínű. És itt ezt soha se tudom. Na mindegy, akkor megyünk a... lehet, hogy az kéne, hogy az akadémiából kellene most kifele jönnünk. Tehát innen a main gate-től csak a másik irányba. Tehát nem be az akadémiára, hanem kifele. Igen, erre. Az érdekesen ment ki, de nem baj. Igen, ez a Bellum Highway kéne nekünk. Beszélgetünk az újasasszonnyal. You, please, I can read them. Your fingers, please, your fingers. Oh, what a pity it is to be without the right
All you can do is stand at a loss, without even the half crescents that wish to be whole, before the unmoving, unfeeling grand lift ahead. Or are you planning to throw yourself to the waters? To find the coward's passage through the dim cavern? You... Menjünk tovább? Oké, elvileg itt is van valaki. Hát lehet, hogy... Hát, hogy nem ő. Ja nem, ő még itt van inkább. Aha. Akkor várjunk csak. Na jó, én megint össze vagyok kavarodva. Nem baj, akkor jövünk erre. Ez jól sikerült. Oh shit. Jó, ő nem boss volt. De kemény tökű. Oké, megyünk tovább. Majdnem bedudorgott, láttátok? Jó, itt egyébként egy Night Cavalry van, úgyhogy akár vissza is jöhetnénk éjszaka. Ja, vissza is kéne jönni éjszaka. Oké, okay. Igen. Tudtam, hogy itt lesz valami. Emlékeztem. Oké. Okay. Visszamegyünk. Igen, ez már... Ez a Dectus lifthez, ugye? Igen, az már az. Jó. Arra még nem megyünk.
Szerintem még nincs is meg a medál másik fele. Úgy veszem az akadályokat, mintha csak egy laza vasárnap este lenne. Igen, ott van a Grace, ahhoz megyünk, mert átváltunk éjszakára, és akkor ezt a Night Cavalry-t megpróbáljuk. De világos van itt éjszaka. Hát ez remekül sikerült. Jó. Valamiért nem tudtam leszúrni. Amikor oda mentem hozzá, lehet, hogy rossz oldalról közelítettem. Egy pillanatot várjatok. Csak egy üzenetet kellett írnom, de már meg is vagyunk. Bekönyvelem. Hát, ha megtalálom. Jó. Oké. Na, gyerünk. Oké, akkor ez is megvan. Itt van Bók. Nem is vettem észre. Lehet akkor most jött ide? Ja, ott van Bók. Cső, Bók! Bók, the seamster, at your service, master. Ready to make adjustments to your garments. Oh, please do be safe on your journeys. Komolyan mondom, az ő szinkron hangja tetszik a legjobban egyébként. Bok the seamster, at your service, master. Ready to make adjustments to your garments.
Jó, amúgy nem fogjuk már. Whatever, de... Ja. Okay. Szerintem tudunk szintet lépni, úgyhogy... Ezt tegyük is meg. Meg lehet beszélni Melinával, de vajon mit lehet beszélni? Na jó, beszéljünk Melinával. Szevasz! Your seamster, Bok. He is always eager to see your return. Please, will you talk to him when you can? I'm sure he would be much contented. Mm. Bok, the seamster, I'm ready to make a. Hát na jó, de most mit beszéljek vele? Please. Jó van. Mennyi kell? 1300, mondjuk 1400. Hát talán ez. Jó, akkor. Whatever. Okay. Kezdenek a számok tetszeni, de azért még azért sok van. Még sok szintet kell lépni. Jó. Akkor most el kéne jönnünk. Hát fogalmam sincs, hogy jutunk ide. Talán innen föntről. Megnézzük. Csak átmegyek nappalra, hogy lássak is valamit. Milyen volt az edzés? Most annyira nem volt jó. Most úgy nem mozogtak jól a súlyok. Ahogy szokták mondani. Olyan szotyi voltam. Szerintem az volt, hogy kicsit korábban ebédeltem, mint szoktam. Délután nem ettem, pedig mindig szoktam. És most úgy ebbe belehalok? Hát így nem. És most olyan ízés volt, olyan... Nem tudom. Valószínű nem volt elég energia a szervezetbe. Aztán... nem mozogtak jól a súlyok. Na, ezt szoktuk mondani. Ugye azok a súlyok, amikkel szoktam... most olyan nagyon... Nagyon nehezek voltak. Nehezebbek voltak, mint szoktak. Megpróbálunk itt elsúnyogni. És lehet, hogy beszaladunk, felvesszük a Grace-t. Itt a birkák között. Mert elvileg itt, ha jól emlékszem, van egy Grace. Itt ilyen jobb oldalon. Ez meg a Dectus Lift. Ugye ez visz fel az Altusra. Megint. Na mi van? Spoken echoes of Queen Marika. Linger here as well. Shall I share them with you? In Marika's own words, the Earth Tree governs all. The choice is thine. Become one with the Order, or divest thyself of it. To wallow at the fringes, a powerless upstart. Thank you.
Köszönöm. Jó. Na mindegy. Nem tudom, mit mondhatnék. Köszönjük, Melina. Oké. Na, megpróbálunk itt erre eljönni. Hogy itt föl tudunk esetleg menni. Na szóval egyébként nem volt rossz az edzés, találkoztam Cimbikkel, úgyhogy fecsegtünk is egy kicsit. Lehet, hogy ezért nem mozogtak jól a súlyok. Ó, basszus, ezt tudom, hogy melyik. Tudom. Hűha. Shit. Tudom, itt föl kell mászni és megölni, akik fönt vannak, és akkor nem fog ez a torony így izélni. Mondjuk én nem ezt a tornyot keresem. De mindegy. Szóval egyébként jó volt a... Ezt leszámítva az edzés, hogy a maga a súlyok nem jól mozogtak. Ezt leszámítva egyébként jó volt. Nagyon jó közösségi tér egyébként, bármilyen furán is hangzik. Egy konditerem. Mondjuk férfiként mindenképp. Nőként lehet, hogy egy kicsit olyan... Nem feltétlenül olyan kellemes minden esetben. Főleg, hogyha olyan a társaság tényleg, aki... hát na. Nem nagyon van tekintettel. Akkor edukált konditerem nőként annyira nem fan. Hát igen, az a baj... Mondjuk ahol én járok, ott annyira nem jellemző, de vannak ilyen, tényleg ilyen fura figurák, akik mindig viszket a tenyerük, hogy oda menjenek a nőhöz fecsegni, meg beszélgetni, meg nem jól csinálod, meg egyenes háttal ülj, meg... És akkor okoskodnak. Nyilván megvan, hogy milyen célzattal, de igen, ez... Nőként lehet, hogy nem annyira fun. Azt én megértem. De mindegy, férfiként fun, az biztos. Így is vannak persze fura figurák, tehát... ez kétségtelen. De... Annyira talán nem vészes. Megvárjuk, amíg lemegy a... A frenzi. És akkor megpróbálunk berásolni. Ó, Istenem, de jó sikerült. Na mindegy, még egyszer. Jó. Oké. Mi volt a legfurább szitu?
Tehát mi volt a legfurább szitu, aminek részese voltam konditeremben? Majd elszenvedője. Hát, őszintén szóval, én most nem tudnám mondani, hogy akár volt egy ilyen is. Tehát, hogy... ezt hogy kéne? Valahogy ezeket meg kéne ölni. Mondjuk így. Én nem emlékszem tényleg arra, hogy ilyen fura vagy kellemetlen helyzetbe kerültem volna. Nyilván én is, nekem is azért néha jönnek oda ilyen nagy kigyúrt fickók, hogy egyenes háttal ülj meg, de tudod így, hogy nem különösebben veszem én ezt problémásnak, mert hát jó, hát oda jön segíteni, ad pár tippet, rohadtul nem vagyok rá kíváncsi egyébként, de mondom, nem sértődök meg rajta, vagy ilyesmi. De mondom, amúgy nem jellemző. Na, elvileg ide jövünk. Leszállt a lóról. Ott is van. Vike. Knight of the Round Table. Oké. Na, a Church of Inhibition. Finger Maiden. Ez ki volt? Na mindegy. Egy secret tier. Finger Maiden. Oké. Van flask. Nagyon jó. Oké. Szintet lépni nem tudunk. Aldrag tudom. Oké. Na, akkor ez is megvan. R3 megvan. Jó. Akkor már csak ide kéne valahogy lekavarodni a hármas jelölőhöz. Átjövünk ide. Nem tudom, ki volt ez a Finger Maiden itt a Church of Inhibitionbe.
Remélem nem toltunk el valami questet vagy ilyesmi. Na mindegy, majd kiderül. Oké. Jaj, ott lenne? Lehet, hogy ott van. Nem, szerintem ez lent lesz. Nem itt fent. De azért körbe szaladunk. Az lent lesz. Jó, kéne egy forgószél. Nem látok sehol. Szerintem eljövünk innen. Elvileg innen a, ja, innen a gate-től le tudunk szaladni, bár elég szívás az az út, de majd mindjárt megpróbáljuk. Hát igen. Mindegy, itt átosonunk. Nem hagyta abba a kergetőzést. Oké. Reméljük itt lesz lent. És milyen rohadt jól néz ki. Na, valahol akkor erre kell lennie. Legalábbis remélem. Szerintem most is le fogunk ugrálni, ha le tudunk. Mert mindenki lifttel megy. A lift az meg nagyon last year. Úgyhogy... Azt jöhetünk megint. Shit. Oh, shit.
Hűha. Néha azért agyfaszt kapok tényleg ezektől a dolgoktól. Mondjuk a legnehezebb enemy az összes Souls game-be az a leesés. Tehát az a lehet a legtöbbet szívni. Hát sejtad, hogy az se kellemes állítólag, igen. Jó, itt vagyunk már közel. Na, most megpróbálunk nem leesni. Ezt kellett volna az előbb is. Jó. És itt nincs Grace. Mondjuk lehet ja itt van. Raya Lucaria Crystal Tunnel. Na ezt már nyomhatnánk Co-ba. Mert itt van a... Mennyire kemények ezek? Ó, oh, jó, oké. Okay. Nem azok. Ez mi is? Ez csak egy smithing stone. Valamiért rém lett az, hogy valahol egy ilyen ládában van valami nagyon értékes valami, de valamivel összetéveztem valószínű. A fiúk a bányában dolgoznak. A kard az még mindig gyenge. De hát varázsló build, szóval... A leesés. Ja igen, a Grace megvan. Ez itt... Nem, nem titkos fel.
Ez a lift lesz a shortcut majd a bosránhoz, ha jól emlékszem. Diggers stuff. Az igen. És hiszem, hogy elfogyott az FP-nk. Oké, menjünk tovább. Rá mindenképp rá akartam futni, mert nagy itt elkezdjen okoskodni a túloldalról. Oké, itt van még egy lift. Ez lenne az a lift? Igen. Közben aktiváljuk. De jöjjünk is vissza. Csak be kellett aktiválni, hogy le tudjunk jönni. Mint hogy meglegyen a shortcut. Edőt, mint a rohatnád.
What? Csak eltévedek. Erről jöttünk, akkor erre megyünk tovább. Crystal Knife mit tud? Hát szerintem egy sima ilyen dagger vagy... Ja. Magic damage van, crit-el, dexre scale-el, meg szerintem ez az, ami ilyen nagyon kevés staminát használ, és ezzel szoktak ilyen... Tehát posture break-elni könnyű vele elvileg, ha jól emlékszem. Hűha! Fat loot. Nincs több F-ping. Nem túl szerencsés. Itt tovább lefele? És itt a boss. Most azt nem tudom. Ti se láttok Marikát, mi? Ez így akkor nem lesz jó. Azt hiszem ez tölt izét is. Nem. Ami azt itt emlékeztem, hogy ez tölt FP-t. Hát ez így. Jó, megoldottuk. Jó, Crystallion. Oké.
Ok. Hát igen, arra emlékeztem, hogy hogy őt viszonylag könnyű posture breakelni. És miután leütöttük a... tehát úgy szépen letörjük, egyre több damage-et tudunk neki adni. Úgyhogy... Oké, na hát akkor ez is megvan. Na, mi van még? Azt mondja, hogy Night Cavalry Broken Gate Town Bridge. Azt szerintem megcsináltuk. Igen, a Gate Town Bridge-et ezt. Nem írtam be. Oké, segíteni fogunk majd. Úgyis fast travelozünk, szóval... Yeah. Jó, Gyulát itt lenyomtuk. Vele majd találkozunk még később. Na most van még az Omen Killer, de oda majd szerintem később jutunk el. A Albinurix, vagy hát lehet, hogy most el tudunk menni. Ez itt van lent valahol. Hú, erre most nem emlékszem. Ezt meg kell néznünk. Hogy be tudunk-e oda menni alá. Ugye van egy csomó minden, ami ott ezen a map részen, ugye majd a Runny Quest-tel tudunk menni, de szerintem alá be tudunk menni. Nem tudom. Ez nem tudom mi volt, nem is érdekel. Emlékeim szerint ez a Omen Killer még ilyen, ilyen undorító valami. Mind itt át kell jönni ezen a smütyin. Aha. Valahol itt lesz, csak igen, az ott, csak nem tudom, hogy oda föl tudunk-e most menni. Hát úgy tűnik, hogy fel. Kapcsolok villanyt, hogy ti is lássatok. Albinurix, igen. Egyszerre vettük fel a Grace-t valakivel. Jó, na hát akkor nézzünk itt szét. Mintha emlékeim szerint itt lenne egy NPC is. Na nem ez. Valamelyik köcsögöt meg kell ütni. Szerintem ez lesz az. Please no, dear me. I haven't a clue. No secrets lie with me, not a one. Oh, please leave me be. Wait then. You're not one of them. Well. What a relief. Oh, goodness me. I am Albus, an Albinurix, as you can Albus. See.
We're finished. The whole village is finished. The curse mongers have destroyed everything. No one that remains has their wits about them. I beg you. Would you look after this medallion? You must keep it out of the curse mongers' hands. Is a Haley tree medallion, okay. You should meet the young Albinor Eklatena. As my cat. Please give it to her. A chosen land awaits us, Albinorix. És a Latinánál lesz a másik tán. The key that leads to the city. It's only a quaint treasure for we who cannot make the journey. But for dear Latena, it is needed to fulfill her purpose. My legs will soon fade, alas. The... Sad. That's very sad. Okay. Na. Aha, ott a boss room. Tehát az lesz az a kis rész ott. Hát akkor menjünk. Aztán közelítsük meg valahogy. Oh shit. Okay. Cool. Na, lootoljuk ki a helyet. Ha egyáltalán van itt valami. Az szép volt. Csak gratulálni tudok magamnak. Oké. Na várjátok, már beírom a Omen Killert is a listára. Thank you.
Szólért visszamegyünk. És na, amúgy lassan kéne valami másik gúnya, mert ami rajtunk van az olyan, nem tudom, biztos van már valami jobb. Lehet, hogy a Roundtable Holdba is el kéne nézni. Ez hova iparkodik ennyire? Majdnem leestünk. Hát el kéne nézni a Roundtable Holdba is, hát ha tudunk a Remembrance-el valamit kiváltani. Na, akkor most már ez is kerek. Mire kéne most adni? Lehet, hogy lassan kéne a Strength-re, nem? Mert hogy a Darkmoon Greatsword az kéne. Hát nem az, hogy divatosabbat. Hanem mit tudom én. Hát nézzük meg, mi van amúgy. Hát ez elég sovány, meg kell, hogy mondjam őszintén. Finger Maiden Robe. Mondjuk ezt megnézném. Maidens who serve the two fingers. Hát, egy fokkal jobb. Jó, na nézzük, hogy merre kellene tovább menni. Azt mondja, hogy van egy ilyen, hogy Clean Rot Knight a Stillwater Cave-be. Csak tudnám, hogy az hol van. Ez rögtön az elején. Őt nem öltük meg. Vagy ebbe a képbe még lehet nem mentünk le. Majd amúgy lehet, hogy a Rennálának a cucca kéne. Csak ezt nem tudom, hol lehet megszerezni. Most ez itt, vagy itt van legalul, vagy egyel föntebb. Erre sem emlékszem. Bár itt a medúzák azért segítenek. Ah, itt lesz, igen, igen, igen. Oké. Okay. Hmm.
Azt nem tudom, hogy megérte, de megöltük. Ez egy titkos. Nem. Nem akarunk nagyon a Smithy-be bemenni, ha... Mi a fasz? Hát ez... fantasztikus. Szerintem ez lesz majd Poison ellen. De megnézzük. Mi volt ez a Sage? Hát az immunity ugyanannyi, szóval... Akkor nem. Oké. Jó, hát ide berásoltam, de itt mondjuk pont nincs semmi. De nem baj, majd kimegyünk okosan. Vagy legalábbis megpróbálunk. Na hát valahogy így. Igen. Ja, lent van, jó van. Megoldottuk. Azért nem volt egyértelmű. Oké. Marika. Hát ez fantasztikus.
Semmi sem gyógyítja. Nincs nálunk semmi, ami gyógyítja. Craft. Nincs. Hát mindegy. Meghalt. Oké. Okay. Hát ez remek. Ennek nagyon örülök. Az a helyzet, hogy mi is mindjárt meghalunk, szóval... Ha nincs itt semmi... Akkor kitépézünk. Akkor ez is megvan, és akkor a Lakeside Crystal Cave kéne. Csak ez nem tudom melyik, várjatok. Azt mondja, hogy... Aha, az valahol itt van. Ah, lehet, hogy a lila virág dob valamilyen ezért, ami poison ellen jó. Ez nem kizárt. De... Mindegy, megoldjuk, kihíleljük. Kéne, hogy legyen valahol. Jó, hát menjünk aztán. Megkeressük. Csak, de hogy jutunk le? Ja, de leki, le, van itt, van valahol, Magic Bat Hole. Most ezen gondolkodok, hogy... Hogy lehet oda lejutni? Lakeside Crystal Cave. Erre gyorsan ránézek. Szeg.
That scenic sight of Greystoke kell jönni. Oké. Okay. Elvileg közvetlenül délre van tőle. Hát... Nem, megyünk. Aha, mintha ott lenne. Igen, olyan zavaros volt, hogy nem fönt van, hanem lent. Mármint, hogy nem a másik oldal, hanem ezen az oldalon kell megközelíteni. Itt egy láda rögtön. Hát van ilyen. Lehet, hogy le kell ugrálni majd, előtte viszont elnézünk erre. Lesből támadnak. Spear Talisman. Jó, hát akkor itt leugrálunk. Csiga.
What? De akkor merre? No horse ahead. De akkor nem tudom, hogy merre kell tovább menni. Not here. Akkor csak itt lenne valami. Oh. Indeed. Muszáj volt. Here. Igen. Margit Shackle? Ja, izé miatt a titkos falak miatt. Jó, nem lenne hülyeség. Ó, ez csak így. És nem volt Marika, mi? Nem baj. Most már tudjuk az utat. Csak tényleg végig szaladunk. De jó, a Margit Shackle nem rossz ötlet. De mintha nekünk lenne, nem? Vagy, na mindegy, nem tudom. Nem tudom azt mikor, mikortól van. Meg miért van. Hogy ezt kapjuk, vagy venni kell, nem emlékszem. De ja, az mindenképp egy jó ötlet.
Megnézzük majd sejtadni. De ja, az jó ötlet. Főleg, hogy lesz majd ugye azért olyan dungeon, ami hát elég szívás. Ilyen szempontból, tehát egy csomó titkos falon kell átmenni. A kolléga itt levetette magát a mélybe. A lámpát kellett volna kapcsolni. Na, az a baj Roxlinge, hogy túl lassú. A Loretta Bow is lassú lesz. A Glintstone Artnak meg nincs elég damage-e. Élünk, csak mondom. Okay. Ő már nem él. Okay. Úgy hinnék, van tovább? Tudom. Fell tarnished. What do you want? I told the all-hearing brute that I possess no such medallion. Or have you come to take more from me? Was my other half not enough? Do you speak true? So old Albus entrusted his medallion. Az előbb kértük el, kaptuk meg ugye Albustól. But to trust that this was his dying will. Let's try again. I'm Latena. An Albanoric, the same as old Albus. My apologies for my coarse words earlier. I presumed the worst. Seeing that you're another tarnished like that all-hearing brute. I hope that you will forgive me. The medallion's better off in your hands anyway. Would you consider doing me a great service? I must go back. There is something I must do. Even if I must say farewell to my wolf Lobo. Will you show me the way? To the land of Mikola's Halig Tree. If you accept, I would gladly apprise you of the whereabouts of the medallion's other half. Thank you kindly. They say the other half of the medallion is beyond the Forbidden Lands, north of the Erdtree, in Castle Sol, on the mountaintops of the Giants. Oh, okay. Accessible by the Grand Lift of Rold. Then I suppose it's time. Farewell, Lobo. My faithful wolf. Jó, ő csak elmondja, hogy hol van a másik fele a Halig Tree medallionnek. Our journey will not have been in vain. Forgive me, Lobo. Call upon me when needed, and I will stand at your side. Elnézést. Na, most már tudjuk summonolni Latennát. Köszönöm. Oké.
Mármint ilyen spirites formában. Oké, na, ez is megvan, ennek is nagyon örülök. Oké, nézzük tovább, hogy mi van még itt. Jó, hát van egy magma worm. Igen, oda még nem tudunk menni. Az majd később lesz. Godkinóból később. Death Ride Bird. Az hol lesz? Azt mondja, hogy... Na ezt megnézzük. Elvileg itt valahol van egy madár. Erre rá kéne nézni. Ha megfázol, a legjobb kaja rá húsleves. Hát igen, alapvetően. Az kétségtelen, hogy valószínű biológiailag az égvilágon semmi jelentősége nincs, de a lélekre jó hatással van. Na, szóval valahol itt van egy gréz. Errefele. Illetve leszpónul egy madár is. Valahol. Persze csak éjszaka, de akkor is. Hát folyadékként persze mindenképp jó, de... Van annál jobb folyadék szerintem. Mármint itt a tea vagy ilyesmi. De ja, igen. Az mindenképp. Legalább a más nem jól esik. Meg lehet egy idő után az embernek már elege van a teából. Utána inna valami mást is. De ez a jó ember, ez mennyi grészt? Vagy szóval dobott? Hát, sokat. Jó. Megöltük volna már a madarat. Á! Ups. Semmi baj.
meghalt. És majdnem mi is. Ó, basszus, 2 HP-ing maradt körülbelül. Jó. Na ki van még itt? Van Miriam, de őt majd csak később tudjuk. Van Blight, de azt sokkal később tudjuk. Luni of the Lake West. Azt mondja, hogy Ringleader Everjoe, Evergale, Everjale, whatever. Na az hol van? Alecto. Ó, oda is csak később tudunk majd menni. Edgar the Revenger. Az a Revenger-seknél. Ott voltunk már, nem? Na várjatok. Azt mondja, hogy itt a fa fölött, tehát valahol itt kéne lenni egy seknek. Érdekes, megnézzük. Na de itt hol? Leszálltunk a lóról, úgyhogy szerintem jön Edgar. Hűha! Edgar meghalt, adott egy Shabiri grépet, ami nagyon fontos, mert hogy a endingünk miatt az nagyon kell. Megkapta a alabárdos, megkaptuk az alabárdos, Robmi Dumpling, nagyon jó. Nagyon jó. Itt meg itt van egy csomó hulla. Azt mondja, hogy a Shabiri Grape az key item. A yellowing, oozing eyeball of the infirm. The surface is shriveled and the inside is squishy, not unlike a large, overly ripe grape. Okay. Ezt el akartam olvasni. Jó. Mit akartam még? Mi ennek a fegyverét akartam megnézni. A finely crafted halberd.
Oké. Okay. Csak a sztorit akartam elolvasni mögé, hogy micsoda. Edgárt is beírjuk. A jegyzőkönyvbe. Oké, itt még lesz majd egy vulkánomenőrös kontrakt. A többi meg questline függő. Még a Black Knife Catacombs van. Amit most tudnánk csinálni. Hát meg a Moonlight Altar, de azzal most nem akarok foglalkozni. Jó. Tudunk szintet lépni? Kéne még 3000 szól. Talán lesz annyi. Okay. Na, akkor meg kéne nézni, gyorsan rápillantok, hogy a kard, amit akarunk majd használni, ugye a Dark Moon Greatsword, hogy mi kell hozzá. Na. Dark Moon Greatsword. Igen. Azt mondja, hogy 11-es dex kell, az pipa. 38-as int, az is pipa. És strength kell 16. Akkor a strength-re el kell kezdenünk adni. Csak hogy az is meglegyen. Úgyhogy mostantól a strength-et föl kéne húzni. Hát, ja, 16-osra. Oké. Na, akkor gyorsan csinálok még egy leltárt. Azt mondja, hogy... jó, Limgrave-be most egyelőre... készen van, ugye minden Stormwill Castle kész van, és akkor Liurniában van még a Moonlight Altarnál egy Red Wolf, meg három Dragon. Igen. Ruinstrum Precipice van még, de azt oda még most nem megyünk. Carrion Study Hall, oda még nem tudunk menni. Ugye van, lesz majd Blight, de még a questtel kell haladni, úgyhogy az még most nem aktuális. Lesz majd egy a Ringleader Evergoal-ba, meg lesz egy Vulcan, még egy Vulcano kontrakt, és Selen vagy Jaren. Ja. Jó. Hát akkor most itt meg is állunk, mert most nem nagyon tudunk más csinálni. És akkor a következő alkalommal pedig majd innen fogjuk folytatni, mégpedig Kélidben, mert hogy tulajdonképpen a Liurniával most végeztünk. Hát nyilván még vissza kell jönnünk egy-két dolog miatt, de az ugye quest függő, meg tehát main progress függő alapvetően, úgyhogy most azzal nem tudunk haladni, de következő alkalommal megyünk Kélidbe, és majd visszatérünk, hogyha Kélidbe végeztünk.